akkor, ha megvolt a szövegbevitel, elmentettük. Akkor nézzük, hogy hogyan folytatjuk a többieket. Tehát először is érdemes lenne egy helyesírás ellenőrzést végigfuttatni. Láttuk, hogy nincs benne aláhúzás, de ugye ez a szövegbevitel ajánlott lépéseiben azért benne kéne, hogy legyen. Ugye azt mondja, hogy itt a sok-sok a pont, hát ezt egy az egybe kihagyjuk. A jelölt helyen szóközhiány vagy felesleg van, hát ezzel se tudunk mit kezdeni gyakorlatilag szerintem. Úgyhogy továbbra sem használjuk a nyelvhelyesség ellenőrzésnek ezt a javítási javaslatát. Azt mondja, a mondatot nagy kezdőbetűvel kell, de itt most nincs mondatról szó, tehát végellenőriztük a helyesírást. Most ebben a pillanatban eltűntek a kék vonalak, de ezek vissza fognak jönni abban a pillanatban, mihelyt elkezdjük a szöveget piszkálni, hiszen újra meg újra leellenőrzi minden módosításkor, nem formázási, hanem egyéb javításkor a helyesírást, és akkor előfordulhat, hogy újra visszajönnek. Ez egyáltalán nem hiba sem, ECDL-ben sem pedig érettségén, de a helyesírási hibákat mindenféleképpen javítani kell. Na most, mi legyen az első a feladat megoldásában? Itt van maga a szöveg. Először is a betűtípusokat kell beállítani, illetve a betűméreteket. Azért fontos ez még a tabulátorok beállítása előtt, a tabulátor pozíciók beállítása előtt, mert a tabulátor pozíciók helyzete az függ a betűmérettől erősen, illetve a margók szélességétől. Tehát először mondjuk csak az élvezet kedvéért, mert az ECDL ezt nem mondja meg, legyen az oldalbeállítást, az elrendezés menüpontban az oldalbeállításunknál állítsunk egy kicsit a margón, legyen mondjuk 3 cm. Nem tudom megmondani, nem is kell lemérni ECDL-ben sem, csak azért, hogy ez is meglegyen, mint első lépés. Tehát először beállítjuk a margókat, mert ehhez képest fogjuk majd a bal és jobb oldali behúzásokat állítani. Azután a betűtípust. Azt látjuk, hogy nekünk az alapértelmezett kalibri betűtípusunk helyett nekünk egy talpas betűtípust kellene alkalmaznunk. Ez általában Times New Roman, de én most javaslom nektek, hogy használjátok a Garamondot. Erre hasonlít nagyon a Times-ra, de sokkal kevesebb tintát használ a nyomtatásnál majd ez a betű. Azt is látjuk, hogy nem látjuk, de igazából az ECDL-ben erre oda kell figyelni, hogy a betűk között, a betűméretek között különbség van. Na most itt nagyon nehéz megállapítani a dolgot, de az a gyanúm, és ezt érdemes tartani, hogy 12-es vagy 13-as betűméret legyen az alapszöveg betűmérete, és ehhez képest nagyobb vagy kisebb szövegméreteket kell alkalmazni. Én most csak az alapméretet állítom be, mert abban vannak a tabulátorok, majd a későbbieket más további formázásokat a későbbiekben fogom megejteni. Most megejtettem az alapformázásokat, nyomok egy Ctrl-S-t, és gyakorlatilag innentől kezdve a megjelenésre fogok már koncentrálni.